Sziasztok! Ígértem nektek még tavasszal, illetve nyáron is, hogy fogok mutatni luffatök tisztítást. Bár már írtam róla korábban a blogban, és rövid kis videókat készítettem már erről, de most egy alaposabb, részletesebb videót fogok nektek mutatni, hogy hogyan is tisztítom, és hogyan használom utána a luffatököt. Ugye a luffatök az egy növény, méghozzá egy tökféle. Nem is akármilyen, a nagyon-nagyon különlegessége az, hogy borzasztó rostos a belseje, és ha megérik, hogyha teljesen elkezd barnulni, kiszárad, akkor nagyon-nagyon jól lehet használni mosogatással, vagy bármilyen takarítással. Gyakorlatilag ezzel a műanyag szintetikus szivacsokat tudjuk leváltani. Ha valaki nem szereti a kefét használni, nekem vannak különböző keféim, különböző típusú keféim, vannak nyeles, meg marokra foghatóak is, de hogy valaki ezzel nem barátkozott meg, és mégis a szintetikus műanyag szivacsokat szeretné valamivel leváltani, akkor a luffatök az egy borzasztó jó megoldás, nagyon hasonlít az igazi szivacshoz, és ugyanúgy lehet habosítani, ugyanúgy lehet vele mosogatni, mint egyébként a bármilyen más mosogató szivacssal. Ez egy viszonylag régi darab, ezt legalább fél éve használom, már kezd kicsit vékonyabbá válni, de még szerintem legalább egy fél évig fogom tudni használni. Amik viszont teljesen újabb, azok így néznek ki. Ez még kemény, de hogyha vízzel érintkezik, hogyha vízzel átáztatjuk, akkor ugyanolyan puha lesz, és ugyanolyan jól lehet használni. Az dörzsiségét tekintve, valahol a félúton van a hagyományos műanyag mosogató szivacsok puha és dörzsi része között. Nem karcolja az edényt, tök jól lehet vele mosogatni. Én nagyon-nagyon szeretem, nagy barátom lett. Olyannyira, hogy ebben az évben először volt lehetőségem luffatök magot szerezni. Egyébként zárójelben megjegyzem, nem egy borzasztó dolog, mert simán bementem az egyik hipermarketbe, és ott a magok között ott világított a luffatök mag, úgyhogy ez, úgy voltam bele, hogy ez biztos rám vár. Itt az ideje kipróbálni, úgyhogy a magas ágyásba el is vetettem, vagyis pontosabban először palántáztam, még egészen korán, február vége, március elején lehetett, hogy elültettem a magokat. Bent palántáztam őket egy virágcserében, sok meleget, sok vizet, sok napfényt igényelnek, és hát elkezdtem gondozgatni őket, elkezdtem a magokat locsolgatni. A magok egyébként így néznek ki, megpróbálom megmutatni. Pont olyanok, mint bármilyen tökmag, fekete és tökmag formájúak. Ezeket vettem az üzletben. Elültettem 10 darab mag volt bennem, nem valami sok, de úgy voltam, hogy ha csak egy is ki kell, már boldog leszek, hogyha azon egy-két termés lesz, akkor azzal megvan egy évre elegendő mosogató szivacsom. Így is tettem, ugye magokat elültettem, ápolgattam őket, és hát semmi. Vártam hetekig, semmi. Már éppen kezdtem feladni, mondom, ez így nem lesz jó, ennek nem lesz jó vége, a végén nem lesz tököm, igazi saját termesztésű luffatököm. Úgyhogy vártam tovább türelmesen, ott közben olvasgattam interneten mindenfelé, hogy mi lehet ennek az oka. Az egyértelműen kiderült a leírásokból is, és a saját tapasztalataim alapján is, hogy a luffatök nagyon-nagyon lassan csírázik, a csírázás ideje borzasztó hosszú, ez több hetet jelent tulajdonképpen. És így is volt legalább egy hónap eltelt, mire megjelentek az első kis picike csírák. A csírák szépek voltak, erősek voltak, semmi probléma nem volt velük. Az biztos, hogy a 10-ből összesen 2 darab bújt ki. Ezeket tovább gondoztam, és olyan 30 centire nőhettek körülbelül a következő egy hónapban, amikor valamikor április végén, május elején kiültettem őket a magas ágyásba, a végleges helyükre. A leírások azt mondják, hogy nagyon nagyra nő, sok méter, 5-6 méter is lehet, ezért erős állványzat kell neki. Én úgy gondoltam, hogy a magas ágyás nem egy olyan borzasztó nagy, úgyhogy talán ebből fakadóan nem is fog olyan nagyra megnőni, úgyhogy a magas ágyás mellé egy régi létrát állítottam, és arra vezetgettem őket.
a létrán kezdtek el kapaszkodni. Tehát összesen 2 darabom kelt ki a 10-ből, és azok elkezdtek szépen növekedni. Tele volt virággal, állandóan méhecskék döngték körül, tehát hogy ha másért nem, már csak ezért megérte, hogy a méhecskék nagyon-nagyon szerették. Volt olyan virág, amin egyszerre párhuzamosan 5-6 méhecske is lakmározott, és nagyon-nagyon boldognak tűntek, már amennyire egy méhecskéről így meg lehet ítélni, de az biztos, hogy nagy kedvenc volt a kertben a lufatöknek a virágja. És aztán eltelt újabb pár hét, amikor megjelentek az első picike tökeim. Nagyon örültem neki, hogy elindult valami. Méghozzá, hát olyan 10 centisek lehettek első körben. És szépen növekedtek, kaptak, rengeteg vizet kaptak, napos helyen voltak, tehát minden körülmény adott volt ahhoz, hogy szépen növekedjenek. Így is történt. Voltak olyan tökök, amik megnőttek olyan 50 centire körülbelül, ezt mindjárt meg is fogom mutatni, de voltak olyanok is, amelyik egy 20-30 centinél nagyobbra nem nőtt meg. Az okát igazság szerint nem tudom, de úgy gondoltam, hogy semmi probléma, legalább ki tudom próbálni több módon, hogy melyik szivacs formával, melyikkel jobb takarítani, mosogatni, esetleg a fürdőszobába a mosakodáshoz használni. A legelső tök, amit megtisztítottam, az egy ilyen kis picike volt, és viszonylag hamar beérett. Ami úgy nézett ki, hogy valamikor október táján elkezdett az egyik kisebb tök, elkezdett sárgulni, barnulni. Ha megfogtam, akkor már nem volt olyan kemény, hanem inkább olyan kongó üreges hangja volt. Érezni lehetett, hogy a héja úgy elvált a belsejétől, és olyan kongó volt az egész. Úgyhogy ez volt az első próba, le is szedtem ezt a picike tököt, nagyon-nagyon könnyen lejött a héja, és hát ugye lett belőle egy igazi lufatök szivacsom. A magja rengeteg volt, szerintem ebből az egy picike tökben legalább 30-40 mag gyűlt össze. Amit persze kinyertem, és innentől kezdve a következő évre újra fogom ültetni, újra meg fogom próbálni, és újra előkészítem a rákövetkező év szivacs felhasználásához. Aztán a következő momentum az volt, amikor már nagyon jött a hideg, október vége, november második fele táján, és a tökök még mindig ott voltak, a kicsik is, a nagyok is változatlanul még mindig ott lógtak, de az már egyértelmű volt, hogy a nap nem elég erős ahhoz, hogy ezek a tökök igazán beérjenek, úgy, mint az a kis picike az első körben. Ezért tettem egy próbát, és leszedtem egy olyan tököt, amelyik éretlen volt. Legalábbis én úgy éreztem, hogy éretlen volt. Félbevágtam, megnéztem, milyen a belseje, és hát igen, látszott rajta, hogy a rostok még fejlődhettek volna. Több húsos része volt a zöldségnek belül, mint rostja. Ennek ellenére egy ilyen tököt sikerült, ilyen szivacsot sikerült letisztítanom. Ennek annyi volt a trükkje, nehezebben jött le a héja, mint a korábban, amivel próbálkoztam, és a belsejét nagyon alaposan át kellett mosni, mert még ugye a töknek a húsos része, az még benne volt a rostok között, tehát alaposan ki kellett mosni, hogy ilyen szivacsformát kapjak. Az utolsó tökök, amiket leszedtem, azokat már azért szedtem le, mert nagyon jött a hideg, már nulla, mínusz fokok voltak, és egészen biztos voltam benne, hogy érni tovább nem fog, növekedni még kevésbé fog, viszont ott csak tönkre mennem. Úgyhogy tettem egy próbát, leszedtem az összes maradék tököt, és fellógattam hűvös helyen a kamrában. És hát most ezek azok a tökök, amire úgy gondolom, hogy most már muszáj lesz feldolgozni őket, mert úgy látom, hogy az egyik az nem, hogy száradna, hanem inkább, mint hogyha elkezdett volna megromlani, mint elkezdett volna penészedni. Ez majd mindjárt kiderül a feldolgozás során, hogy valóban elkezdett megromlani a belseje, vagy pedig egyszerűen csak így száradt és így éri. Tulajdonképpen ezek azok a tökök, amikről beszélünk. Van két ilyen óriási nagy, látjátok, ezek ilyen fél méteresek legalább vannak, hoppá, kicsi leesett.
ez az, amiről veszek, hogy szerintem elkezdett megromlani, de nem vagyok benne biztos, mindjárt kiderül. Ez a másik, ez egyértelműen ez kezdett száradni, mert hogyha megnézitek, akkor puha, nem olyan kemény, mint eredetileg volt, amikor még az indán lógott. Könnyebb is, tehát biztosan száradt valamennyire, viszont nem barnult így be, egyik sem. Ezt nem tudom, hogy azért barna, mert elkezdett megrohadni a belseje, vagy azért barna, mert megérett. Ez mindjárt kiderül. Van egy ilyen kis picikém is, ezt is az utolsók között szedtem le, ez teljesen éretlennek és fejletlennek tűnik. Azért én kivontom, hogy ha más nem, akkor a nyuszi megkapja, és ez lesz a mai menüje. És hát akkor lássuk, hogy milyen ennek a töknek a belseje.